December 24-én jelent meg az a határozat, ami alapján Szekszárd még idén 1 milliárd forintot kap a kormánytól. Ezzel lakosságszámra vetítve a megyei jogú városok közül a Tolnai megye székhelyre, az ott élőknek jut a legtöbb pénz. Ezt a település polgármestere jelentette be keddi sajtótájékoztatóján. Ács Rezső azt mondja, a kormány támogatását elsősorban a város üzemeltetésére és köztisztasági feladatok ellátására, valamint a járvány elleni védekezésre költik, de kisebb beruházások is megvalósulhatnak belőle, például járdaépítések és felújítások, amikre szükség is lesz, mert az elmúlt egy évben egyetlen ilyen fejlesztés sem történt Szekszárdon. Az elmúlt 6 hónap arról szólt, hogy fontosan egyeztettünk különböző érintettekkel, szereplőkkel annak érdekében, hogy egy viszonylag jelentős összeget kapjunk. A pontos összeget még nem tudtuk, de azt tudtuk, hogy meg fogjuk kapni. Tehát amikor ígértünk bármilyen fejlesztés, beruházást, üzemeltetésre vonatkozó kérdést, valahol azért tudtuk, hogy ezt a támogatást meg fogjuk kapni. Szekszárdon a város üzemeltetés évente nagyjából 7 milliárd forintba kerül, ezért a most kapott 1 milliárd forintos támogatás jelentősnek mondható. Ács Rezső szerint abban, hogy Szekszárd a megyei jogú városok szövetségének tagjaként valamennyi másik tagtelepüléssel együtt plusz támogatást kapott a kormánytól, azt mutatja, hogy az érdekképviseleti szövetség olyan erőt képvisel, amire szükségük van az érintett településen élőknek. Én azt gondolom, hogy ezzel a lépéssel a szövetségeket tudtam mutatni, hogy miért van rá szükség, miért működik jól, és van-e olyan alternatíva, amelyik ezt mondjuk ki tudna váltani, szerintem nincsen, bármilyen más szövetség, az sokkal gyengébb lesz majd, hogy most hallani hangot, hogy alakulna újabb szövetség is, de én azt gondolom, hogy ez a megyei városok szövetség ezzel a támogatási nagyságrendel megmutatta, hogy igenis szükség van rá. Azt, hogy pontosan mire és milyen módon költik el Szekszárdon a kormánytól kapott 1 milliárd forintot, hamarosan kidolgozzák a polgármesteri hivatal munkatársai.